A műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota. A vendéged leszek, s te a vendégem. Lássuk, ki fogad most engem. Jó napot, megjöttem. Jó napot, megjöttem. Gyere, vegyél ki egy mérőpoharat, egy lombikot is. Nézd meg, itt fent vannak ilyen kicsi lombikok. Nagyszerű. Szerintem nincs olyan tantárgy az iskolában, amit ne lehetne megszeretni egy jó pedagógus által. A kérdés az, hogy tényleg fontos-e a tanítónak, tanárnak, hogy kreatív hozzáállásával megtalálja a diákhoz vezető utat, ha ez nem sikerült volna a hagyományos eszközökkel. Na csenge, emlékszel még a sorrendre? Sok ilyen pedagógus él közöttünk, de ma egy Marosvásárhelyen élő és dolgozó tanárnő munkájába pillantunk be. Akkor ide teszünk egy kis pirossal. Anya, ez túl sok. Túl sok? Nem baj, majd visszatöltjük, jó? És akkor itt van a sárgád. Jó, megvan? Kitöltöttük. Na akkor ellenőrizd, megvan mindened? Bár német nyelvoktatóként kezdte pályafutását, ma a fizika és a kémia rejtelmeibe kalauzolja a gyerekeket, amelyekről jól tudjuk, hogy nem tartoznak az igazán népszerű tantárgyak közé. Mégis olyan utakat nyit meg a diákok előtt, amelyek lehetővé teszik, hogy eme világot játékosan, szórakoztatóan fedezzék fel. Orosz Júliával beszélgetek arról, hogy hogyan lehet a pedagógusi létet hivatásként megélni, türelmet, időt fordítani arra, hogy gyermekeink kreatívan éljék meg az oktatás kihívásokkal teli folyamatát. Ez így jó? Hát egy jó kanál kell. Egy egész kanál? Igen. Hogy ez egy negyed volt, ez a második negyed, harmadik, jó? Már olyan, mint egy jókonál. Nem egyszerre, sorjába. Ez az. Nagyon ügyes. Mert most jön bele a szappan? Igen. Még egy picit ismételhetsz belőle. Nézzem, megdöntöttem neked, hogy tudjál, mi belőle feszít. Na és akkor most felkészültetek? Akkor várjál, felkészülök. Na rendszerg a vulkánunk van, tényleg. Ez nagyon komoly. Miért választja anno egy fiatal lány a pedagógusi tanár szakmát? Számomra ez egy érzéssel társul. Tehát valamikor már gyerekkorban meggyökerezett bennem ez az elhatározás, hogy én tanár leszek. Akkoriban a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház keretén belül került megrendezésre a Móricz Zsigmond Légyó mintahely című regényének feldolgozása. És én akkor minden vasárnap 10 órakor ott voltam a színházban, csak azért, hogy újra és újra átélhessem azt az élményt, amelyet ez az előadás nyújtott számomra. Akkor ott a színpad közepén, az előadás vége fele volt egy olyan jelenet, amikor a kismisike megkérdezte tanárától, hogy mi a legszebb dolog a világon, tanár úr. És akkor elhangzott az a válasz, hogy a legszebb dolog a világon tanítani. És ez az érzés bennem mai napig pont annyira mélyen él, mint ott akkor gyerekként megélt élmények. Valahányszor elbizonytalanodom, vagy nehéznek érzem a mindennapokat, ha felelevenítem magamban ezt az élményt, akkor ugyanúgy tovább segít, erőt ad abban, hogy tovább haladjak ezen az úton. Milyennek láttad magát a tanítást, a gyerekeket, és az idő alatt, ami eltelt, miben változott akár benned, vagy a gyerekek hozzáállásában? Már harmadéves egyetemistaként tanítottam helyettesítő tanárként a kolozsvári, brassai és bátori liceumban,
Nyilvánvaló, hogy ez abban az időben számomra azt jelentette, hogy egy időben voltam diák és tanár. Igen. És nagyon nagy dolog. És valószínűleg ebből adódóan mindig arra törekedtem, hogy melyik az a pont, ahol a gyerekekkel közös nevezőre tudunk jutni, melyik az a pont, ahol megértjük egymást, ahol kialakul egy olyan bizalmi kötődés, amikor a munkánk az egy csapatmunkává tud válni tulajdonképpen. Semmiféleképpen nem törekedtem arra, hogy egy frontális oktatásnak adjak teret. Számomra mindig nagyon fontos volt az, hogy a gyerek jöjjön, kérdezzen, érdeklődjön, és az ő igényeinek megfelelően tudjunk haladni a tananyaggal. Most tanítás, illetve módszertani szempontból az akkori idő az elején ugye sokkal nehezebb volt számomra legalábbis, mint a jelen pillanatok. Ugyanis akkor így visszaemlékszem, hogy hát nem volt számítógépem otthon, nem volt internet még a lakásban, hogyha internet közelbe szerettem volna kerülni, akkor akkoriban úgynevezett internet kávézókba kellett eljárni. Hát ugye fordult elő, hogy óra végén megkérdeztem az osztálytól, a diákoktól, hogy na és akkor minden érthető volt-e az órán, és volt egyszer egy olyan élményem, amikor azt a választ kaptam, hogy egész addig, amíg azt tetszett mondani tanárnő, hogy jöjjünk le, addig minden érthető volt. Nyilván, hogy ez maga után vonta azt, hogy én egész nap azon gondolkodtam, hogy hol rontottam el, mit rontottam el, mit nem csináltam jól, mert akkor valamit nagyon nem jól csináltam, hogyha számukra ez a tananyag nem volt emészthető, és egyáltalán nem került közel hozzájuk. És ugye akkoriban, hát akkor arra gondoltam, hogy rendben, félretesszük a tankönyvet, és valami más eszközre lesz szükségem, és nem volt más választásom, mint sem otthon leülni, és kézzel rajzoltam meg a szemléltető eszközöket, a feladatlapot ahhoz, hogy azt a tananyag részt el tudjuk sajátítani. Ez rengeteg időt, energiát, késő éjszakában nyúló munkát igényelt. És a legnagyobb sikerélményem az volt, hogy a feladatlapommal utána valójában eljutottunk arra a szintre, vagy eljutottunk oda, ahova el kellett, hogy jussunk, és megértették a gyerekek, és nagyon élvezték. Uh-huh. Ez nekem is erőt adott ahhoz, hogy a következőkben még inkább arra koncentráljak, hogy hogyan szemléltessek, hogyan közelítsem meg, hogyan tegyem könnyebben, emészthetővé számukra azt a nehéz anyagmennyiséget, amivel nekik meg kell birkózniuk a tanév folyamán. 150 ml töltsél minden pohárba. Az egyikbe tegyél egy fél kanál sót, a másikba tegyél másfelet, a harmadikba tegyél hármat. Rendben. Mindegyiket színezd meg mással. Használhatod a sárgát, a pirosat, és kapsz még egy pipettát a kéknek. Jó, nagyon ügyes. Ezt beleteszed a pirosba, és fölteszed. Mágneses keverővel megkevered. Mitől jó egy pedagógus? Ha hiszed, ha nem, de ezt a kérdést magamnak szinte napi szinten fölteszem. A 17 évet számítom, hogy a diploma megszerzése óta. 17 év alatt minden nap foglalkoztat ez a gondolat, hogy mitől válok én magam jobb tanárra. Mi az, amit én nyújtani tudok a gyereknek, mi az, amivel én őt úgymond, mint a kis csibét magam mellé tudom hívogatni, és magam mellett tudom tartani, akár csak egy tyúkanyú. Az igazság az, hogy minden mellett, hogy szükség van, elengedhetetlen a megfelelő szakmai tudás. Úgy érzem, hogy rengeteg odafigyelést, türelmet, empátiát vesz igénybe ez a hivatás a mi részünkről. Ugyanis amikor a gyerekkel együtt dolgozom, együtt tanulunk, abban a folyamatban nem csak én létezem, vagy nem csak ő létezik, hanem én mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy csapatmunka, mi itt együtt vagyunk. Nem vagyok elégséges én egyedül, hiába vagyok én jó tanár, teszem én fel, gondolom én azt magamról, hogy jó pedagógus vagyok. Szükségem van rád is, mint társra ebben a folyamatban, és úgy érzem, hogy ha sikerül velük megtalálni azt a közös hangot, és ők biztonságban érzik magukat, sikerül megteremteni azt a légkört, amelyben ő otthonosan érzi magát, bátran mer kérdezni,
nem szégyel hibázni, úgymond, mert ez egy óriási probléma, amivel én találkozom, hogy sokszor kérdezzek, és nem válaszolnak, vagy nem válaszolnának, de nem merik mondani, félnek attól, hogy hibázni fognak, és akkor rávezetni őket arra, hogy hibázni, az teljesen emberi dolog, hibázni vele járója a tanulási folyamatnak, és hogy abba az irányba megyünk, hogy nyilván megpróbáljuk ezeket a hibákat kijavítani a jövőre nézve, kiküszöbölni, de tulajdonképpen kell. És hogyha sikerült ezt a biztonságos légkört megteremteni, akkor már a rugalmasság is ugye ott van emögött. Teljes mértékben könnyen lehet akkor már együtt dolgozni a gyerekekkel. Tegyél körülbelül 2 pipettányit mindegyikből, nagyon óvatosan, hogy ne keveredjenek össze, jó? Ügyes, nagyon ügyes. Óvatosan csepegtesd bele. Elégséges lesz? Igen. Ügyes, nagyon szuper vagy. Nagyon klassz. Na, ez egy igazán sikeres kísérlet. Jaj, de ügyes vagy. Sűrűségoszlop. Német nyelvtanárként végeztél. Igen, ez így igaz. És ehhez képest azért most még itt erősen a kémia és a fizika is jóformán belopta szívét, lelkét a mellkasodba. Leges legeleje, valahol a kezdete, a férjemmel való házasságkötésünkkor kezdődött. Ugyanis amikor mi eldöntöttük, hogy ha majd valamikor gyerekeink lesznek, akkor mindenféleképpen szeretnénk számukra egy science szobát berendezni. És hát úgy teltek, múltak az évek, aztán jöttek a gyerekek, de a science szoba valahogy elmaradt, még nem jutottunk odáig, hogy megvalósítsuk. Azonban 2018-ban jött egy pályázati lehetőség, és kaptunk a lehetőségen, és azt mondtuk, hogy na, ez lesz az a pont, amikor sikerül megvalósítani, és egy igazi labort fogunk felszerelni. És ez a szoba már nem csak a gyerekeitől. És így van, pontosan. Eredetileg kicsiben indult az elgondolás, ott kezdődött, hogy mi gyerekeinknek tulajdonképpen. Aztán rájöttünk arra, hogy ha mi gyerekeinknek ennyire jó, akkor miért ne lehetne ugyanilyen jó másik gyerekei számára is. Ez a tavalyról maradt vulkánunk. Egy lombikot szoktunk felöltöztetni. A gyerekek kedvük szerint festik le a vulkánt, és ugye itt a természet, és akkor lehet dekorálni. És milyen jól néz ki, nagyon jól sikerült. Hogy tudod a gyerekeket megfertőzni ezzel a varázslatos világgal? Hát elsősorban számomra az a legfontosabb, hogy a gyerekeknek élményszerű legyen az itt létük. Az, hogy eljönnek, a tábor nálunk hétfőn reggel kezdődik, és péntek délután ér véget. Hétfőn reggel azt látom, hogy főként az új gyerekek, mert akik már többször jártak nálunk, ők náluk ez már nem aktuális, de főként azok a gyerekek, akik először lépnek be a labor kapuján, ugye ilyen kis kíváncsisággal, de ugyanakkor valamilyen vegyes érzésekkel, egy kis félelemmel, egy kis aggódással az arcukon jönnek, hogy vajon akkor itt most mi vár rájuk. Vajon mi fog történni, fizika, kémia? Hát hallották úgy magát a fogalmat, de igazából nem tudják még, hogy ez mit is jelent tulajdonképpen. És az első az, hogy beszélgetünk a gyerekekkel, bemutatom nekik a labort, elmagyarázom nekik, hogy mi micsoda a teremben, amire ők rákérdeznek, teljesen nyitottan, hogy először is a környezettel barátkozzanak, mert hát nem mindennapos dolog az, hogy egy fizika vagy egy kémia laborban lehet ott, és megtapogathat, megfoghat dolgokat. Ha már megtörtént ez az ismerkedés, és az első nehézségen ugye túlléptünk, ez alatt az idő alatt már mi is megbarátkozunk, már ők is tudják azt, hogy ki vagyok én, nagyjából már én is tudom, hogy kik ők tulajdonképpen, és akkor leülünk és megtervezzük tulajdonképpen együtt a hetet, megbeszéljük azt, hogy mi mindent szeretnénk ezen a héten együtt megvalósítani, mi a célunk ezzel, és hát akkor utána kezdődik tulajdonképpen az aktív munka.
amikor ugye számomra az a legfontosabb, hogy a gyerek ő maga végezze a kísérletet. Minden gyerek előtt ott van az eszköz, a megfelelő anyagmennyiség. Mindig előre konkrétan megbeszéljük, hogy mi az, amire szüksége van a következő kísérlethez, mi az, amire figyelnie kell, melyek lehetnek a nehézségek, mi az, ami nehézséget okozhat számára, és tulajdonképpen miután megvalósult a megtervezés és az előkészítés, akkor fogunk neki a kísérlet elvégzésének. Nyilvánvaló, hogy arra figyelek, hogy olyan kísérleteket végezzünk, amelyeket a gyerekek önállóan, egyedül, egy kis irányítással, egy kis segítséggel maguk is el tudnak végezni, hiszen a cél az, hogy számukra egy önbizalom fejlesztő, egy önértékelést fejlesztő folyamattá váljon, amikor sikerélményt tapasztal meg, és el tudja mondani a végén, hogy én ezt megcsináltam, ez nekem sikerült, ez könnyű volt, és mindemellett pedig egy olyan óriási élményt adott. Mit látsz rajtuk 5 nap után? Mivel mennek el tőled innen? Nem akarnak hazamenni. Összegezzük az aznap történteket, átbeszéljük. Hagyom őket kibeszélni, hogy ők maguk vonják le a következtetéseket, és meséljenek az élményekről is, és a tapasztalatról is, amelyet aznap szereztek, és hogy mi miért volt fontos. Közel hozzuk az aznap megszerzett tudást, tapasztalatot a saját életkörülményeikhez, tapasztalataikhoz, hogy na is, akkor ezt otthon hogyan tudnám alkalmazni, miként, mikor lehet erre szükségem. És a hét végére, tehát már úgy csütörtök magasságában, már azt látom, hogy annyira nyitottan, és úgy beszélnek mindenről, minden élményről és tapasztalatról és minden kísérletről, mintha örök életükben ezt csinálták volna. Számomra a legnagyobb öröm az, amikor a szülők jönnek és mondják azt, hogy oké, hazamentünk, és akkor azt mondta, hogy neki otthon is kell egy fizika-kémia labor. Ez az a gondolat, ami bennem megerősíti azt, hogy jó úton haladunk, hogy valójában szeretik a gyerekek, szükséges, és az, hogy itt együtt dolgozunk, együtt tanulunk, együtt játszunk, az tulajdonképpen nekik egy olyan pluszt ad, amit úgy egyébként a mindennapokban ugye, nem igazán van lehetőségük megélni. Ha meg kéne fogalmazod a célját, amiért belevágtatok ebbe a történetbe, tehát mondtad, hogy gyerekeidnek, de hogy miért a gyerekeidnek, és aztán a gyerekeknek? Én úgy látom, hogy a mai nagyon gyorsan fejlődő technikai világban, amelyben mi magunk felnőttek is sokszor nehezen tudjuk tartani a lépést a legújabb technikai vívmányokkal, nagyon fontosnak látom azt, hogy a mi gyerekeink a jövőre nézve ne csak használni tudják ezeket a technikai fejlődményeket, hanem ők maguk is részeseivé válhassanak a megalkotásban. Elsősorban megértjük a körülöttünk lévő világot és a benne zajló történéseket, de ugyanakkor megfelelő ismeret birtoklásában ők maguk később a jövőben részesei lehetnek a technológia fejlődési folyamatában. Itt szó sincs korántsem arról, hogy kemény elméleti tananyagot szeretnénk a gyerekek fejébe tölteni az egy hét itt tartózkodás alatt, hanem sokkal inkább az a cél ezekkel a táborokkal, hogy a gyerekek megbarátkozzanak, megismerjék, felfedezzék tulajdonképpen azt, hogy a fizika és a kémia világa egy csodálatos terület. Igazából azáltal, hogy ők itt elvégezhetik maguk a kísérletet, megerősíti bennük azt a felismerést, hogy tulajdonképpen ez egy csodálatos dolog. És hogy egy élményszerű dolog, és hogy nem áll annyira távol tőlünk, mint amennyire azt első rálátásra, vagy első hallásra gondolnánk. Az, amikor elvégzik a kísérletet, és tulajdonképpen rájönnek arra, hogy egy csomó olyan dologgal találkoztak a tábor ideje alatt, amit egyébként eddig is ismertek, találkoztak már vele, talán éppen otthon a konyhában, anyának segítkezés közben már használtak is, csak azt nem tudták róla, hogy ezt másként is lehet használni, sőt, játszani is lehet vele.
hogyha megkérdezzük azokat a gyerekeket, akik a kísérleteket elvégezték, hogy nehéz-e, akkor azt fogják mondani, hogy ó, de hogy. Ez egy játék, ez nem más, mint egy nagy játék. És mindamellett, amíg ők úgy élik meg, hogy itt ők végig játszották ezt a hetet, tulajdonképpen olyan fogalmakkal és olyan ismeretekkel találkoztak, és olyan fogalmakat és ismereteket sajátítottak el, amelyeket csak úgy beloptunk a kis fejecskéjükbe, anélkül, hogy ők azt különösebben megerőltetésnek érezték volna. Mennyiben más a jelenlegi pedagógiai szabadságod így egy táboron belül, mint a klasszikus tanügyben? Igazából azt kell mondanom, hogy csak élménnyel gyarapított. Ugyanis azokon az alkalmakon, amikor én magam megtervezem a tematikáját a heti foglalkozásnak, és kivitelezhetem a saját magam kreativitása, rálátása, nézőpontja szerint, hogy teret adhatok nyugodtan annak, hogy milyen igénye van a gyereknek, és milyen igényét kell a gyereknek kielégítenem, hogy maximálisan fókuszálni tudok arra, hogy tulajdonképpen mi az, ami valójában élményt nyújt a gyereknek, és élménydús eseményé változtatja ezt a hetet a gyerek számára. Ezt csak mint pluszként tudom megemlíteni, ugye a hagyományos iskolai oktatással ellentétben, ahol ugye bizonyos keretek között kell elvégezni a tanulási folyamatot. Ugye nem minden esetben saját elképzelésem szerint tudok cselekedni, vagy szabad nekem cselekedni, hanem bizonyos előírásoknak megfelelően kell ugye a tanulási folyamatot előrevinni. Ezt a szabadságot itt megkaptam. Megkaptam. Tehát kibővült. Milyen terveid, álmaid és vágyaid vannak ezzel kapcsolatban a jövőbenre nézve? Azt remélem, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, de hogyha hosszú távra gondolok előre, akkor az elkövetkezendő években még rengeteg sok gyereknek tudjam ugyanazt az élményt hozni az életébe, amelyek majd az iskolai tanév kezdetére egy plusz löketet adnak, amikor majd úgy indulnak neki majd az újabb szeptemberi tanévnek, hogy a nyár az csodálatosan jó volt, sok mindent láttam, hallottam, tapasztaltam, megéltem. Olyan táborban voltam, ahol én magam végeztem a kísérleteket, és sikerült mindezt megtennem, megvalósítanom. Rengeteg barátot szereztem, és akkor most már jöhet az újabb iskolai év, mert hogy önbizalmam már nagyobb, sokkal többet tudok, mint amikor az év vége táján elköszöntem az iskolapadoktól. A műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota.